NB3 nyugati csoport 26. forduló, BKV előre FC Ajka. Sok szeretettel köszöntöm a kedves ajkai online nézőit. Igen, csak fontos mérkőzésre van kilátásunk, hiszen az ajkai csapat, hogyha ezt a mérkőzést megnyeri, akkor az NB3 nyugati csoportjában bajnok lesz. Tehát akkor már matematikailag az érdi csapat nem tudja beérni. Igen, csak esős idő fogadott minket itt Budapest városában. De a fontosabb talán az, hogy a játékvezető Mencsik László, asszisztensek Csóra Szabolcs és Böhm Ármin. BKV előre kezdője, 1-essel Palásti, 3-assal Girán, 4-essel Irmes, 5-össel Szedlacsek, 7-essel Balog, 8-assal Ferkó, 12-essel Csepregi, 16-ossal Szegő, 17-essel Ihos, 19-essel Lékó, 20-assal pedig Miklós Vári. Most már csak az ajkai csapat jön, 12-essel Horváth Dániel, ugye visszatért az egymeccses eltiltásából, 5-össel Kenderes, 6-ossal Olá, 7-essel Nagy, 9-essel Horváth, 11-essel Köles, 13-as Csemer, 17 Illés, 18 Kovács, 19 Csizmadia, 21 Pákai. El is kezdődött a mérkőzés. Igen, csak pontos volt a játékvezető, 5 órakor belefújt a sípjába, hajszál pontosan. Labdaszedőt egyébként nem nagyon látunk itt a környéken, úgyhogy játékosnak kellett elfutnia a labdáért. Egyelőre hátul nyugodtan eljátszadozik a BKV előre. Az ajkaiak pedig kijönnek rá, ugyanis 5-en is kifutottak az ellenfél tér felére gyorsan. Csemer. Pákai, Kovács. Szépen kidolgozottan megpróbálják előre játszani a labdát. És egyébként úgy gondolom, hogy a háttérben hallható, hogy az ajkai szurkolók elég sokat utaztak, és elég nagy mennyiségben. Többen vannak egyébként, mint a hazai drukkerek, tehát ezt külön ki kell emelnem, tehát minden tisztelet az övüké. Ugyanis mindenki azért érkezett, hogy akkor itt ma már bajnokot avathatnak. Pákai. Köles. Bedobás. A háttérben egyébként pedig megfigyelhető a műfüves pálya fölött lakóháztól balra egy furcsa épületet, az lesz. Vagyis hát az a Puskás stadion, tehát hamarosan majd átadásra is kerül, idén össze, azt nézhetik meg. Közben pedig támadásba az ajkai csapat, Köles, el kell lőni, nem Köles, elnézést, ő itt van lent szélen, távoli próbálkozást kéne indítani, de így a tikitakával se rossz, Nagy, Nagy, és épp hogy a gólvonalról kivágja az a játékos. Ezt most megúszták, játékvezető pedig odafut a kapushoz, hiszen úgy néz ki, hogy Nagy eltalálhatta. A jobb lábát fájlalja Palásti. Így van, Palásti Dávid fájlalja a lábát. Egy kis ápolás. Játékvezetőt pedig megszólják, de ez már hozzátartozik a szakmájához. Harmadik perc, BKV előre, Ajka 0-0. Egyébként a hazaiak eddig nem tartózkodtak a vendégek tér felén. És jöhetnek is a hazaiak kifele. A játék körülményeire tekintve érdekes meccs lehet, hiszen egyébként elképesztően csúszós a fő, tehát rengeteget esett az eső az utóbbi egy napban, és még most is csepereg. Az is les, az asszisztens Int.
Köles. Pákai. Egyébként sokat olvashattunk, miközben egy nagyszerű átadás Nagyhoz, Nagy pedig be is adhatja. Az egyik játékos elhagyja, de ott a lövés távolról, viszonylag 15 méterről, az se jön össze. Szépen fegyelmezetten játszanak a védők. Zeng egyébként a stadion, itt a 8. kerületben. Lehet tényleg a stadionok országa vagyunk. Előttem ugye a Puskás stadion, mögöttünk pedig egyébként az új Hidegkúti Nándor létesítmény. De komolyan mondom, hogy itt a szomszédságban. Tehát itt most az 500 méteren belül talán 3 stadion is található. Ezt csak mellékbe mondom. Csemer nagyon jól megtartja a labdát. Beadás. Nem volt jó. Hazaiak kivághatják. De mit érnek vele, hogyha az ellenfélhez passzolnak? Csizmadia. Távoli lövés. Nem jött össze. Védők a helyükön voltak. És hát igen, komoly labdaszedő probléma van. 2 embert látok a pálya szélén. Egyiket egyébként majdnem, hogy inkább a másik pályánál látom. Csemer adhatja be. Emeli is a kezét. Beadás. Visszajön egy hazai fejről. Gyönyörű fejes. Kapus véd, és ezt pedig már lesnek ítéli az asszisztens. Bőm úr. Amikor legutóbb egyébként ez a két együttes találkozott, akkor igen, komoly gólzáporos mérkőzés volt. Azon a héten a BKV előre volt a hetes. Annyira kijátszották az ajkaiak hazaiak védelmét. A mostani hazaiak védelmét persze. Gyere, kitérek később. Most először jönnek föl az ajkai kapuig a hazai játékosok. Csemer pedig gyönyörűen védekezik. Még a pocsolyába is leti port egyet-kettőt. Vendégek jönnek szöglettel. Beadás. Az ajkai védők résen. De még úha. Horváth kicsit keményen jött ki, de hál' Istennek nem történt semmilyen sérülés. A tabella pedig egyébként úgy fest, hogy első helyen az ajkai csapat. Tehát mondom, hogy ha ezt megnyerik, akkor már bajnokot is avathatunk. És az ellenfél, a BKV előre pedig a 9. helyen szerepel. 25 mérkőzés alatt 7 győzelem, 11 döntetlen és 7 vereség kapcsolódik a nevükhöz. 41 rugott gól és 45 kapott, miközben már 16-oson belül járnak. Az ajkaiak pedig labdát szereznek, és kissé pontatlan volt az átadás, az a passz. De hál' Istennek hamar visszaszerzik az ajkaiak. Nagyon jó. Kenderes. Pontatlanul. Tehát a BKV előre 32 ponttal áll a tabella 9. helyen, még az ajkaiak 61 ponttal tabella élén. 19 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség, 74 rugott gól és 16 kapott gól. Egyébként a BKV előre hazai pályán még nem kapott ki. Tehát, hogyha az ajka ma bajnok akar lenni, akkor meg kell küzdeni azért a 3 pontért. Horváth. Pákai. Kovács. Pákai.
Köles vette, vagy vetette észre magát a szélen. Nem, de már kim volt a labda. Egyébként innen nem látszik. Lehet, hogy később meg tudjuk önöknek mutatni, de egy elképesztően szép létesítményben vagyunk. Mint az 1930-as években építettek. Ugye a klub az 1912 óta aktív. Nagyobb eredmények nem fűződnek hozzájuk, ugye négyszer, vagy négy évadot töltöttek el élvonalbeli bajnokságba, tehát az NB1-be, és mindig a 10-14. Hely között mozogtak. És az épület egyébként 2500 embert tud befogadni. Statisztikákban így szerepel. Köles dobhat, dob is, Pákai. Felvételünkön tökéletesen megláthatóhogy négy játékos is elől van, és az is megfigyelhető, hogy hét védő van a négy ajkai támadóra. Tehát áttörni ezt a védelmet nem lesz egyszerű. Szöglet következik. Egyébként amikor megláttam ezt az épületet, ugye az 1900-as éveknek a közepe jut eszembe. Hát akkor, vagy még talán korábban is, vagy korábbi időszak is eszembe jut, és akkor a Premier League-be Angliában hasonló létesítmények épültek. Szöglet. Nem jó. Az ajkaiaknak, persze a hazaiaknak ez így jó. Nagyon nyom most a Veszprém megyei gárda. Köles pedig nem indult el hátra. De még bent tartják a hazaiak. A góllövő lista is egyébként egész érdekes módon áll, ugyanis 22 találattal. Egy kapufa, egy óriási lövés láthattunk. És egyből megjött az ajkai szurkolók hangja. Óriási becsúszást is láthattunk. Én pedig a góllövő listára akartam kitérni. 22 találattal az ajkai játékos Nagy Krisztián vezeti. Mögötte 18 góllal a BKV előre 7-es játékos a Balogh Bence. És 16 góllal pedig az ajkai 6-os Olá László áll. Úgyhogy itt igazi gólvágók összecsapása van. Vagyis lehetne, eddig nem igen. Ugyanis 0-0 az állás. Szépen megőrzik a labdát, de mire ezt kimondom, már el is vesztik az ajkaiaknál. Foglalt helyet a labda. Erre pedig azt is visszaveszik. Bizonytalan a labda útja, nem mondom azt, hogy kinél van, ugyanis önök is látják. Most éppenséggel a fehér mezeseknél. És kimondtam, és nem hagyták el. Bedobás. Mérkőzés 12. percében. Egyébként szerintem ilyen szurkoló tábor itt BKV előre stadionjába hosszú évek óta nem voltak ilyen hangosak. Tehát az ajkai szurkoló tábor mindig is képviselteti magát az idegenbeli mérkőzéseken. Két hete például Érden is több mint 100 ajkai néző volt jelen. Az Érd ajka nagy rangadóra, ami 2-2-vel fejeződött be. Szöglet. Nem jó. És 16-oson belül pedig rengeteg mezőnyjátékos foglal helyet. Ő, ha jól látom, jelenleg 8. De meg
meg is szerzik a labdát, kivágják előre. Talán ők ma kontrára akarnak építeni. Sőt, nekem az a meglátásom. Ugye 7-8 védő fix szemben van. Távoli lövés, nem jó. Lassan már negyed óra telik el a mérkőzésből, és eddig csak egy igen komoly ajkai kapufát láthattunk. De sajnos nem pattant be a kapufáról. Úgyhogy egyenlőre egál. A másik mérkőzést, amit egyébként pedig figyelni kell, az az érdi meccs. Ugyanis, hogyha például az érd kikap, mi pedig itt döntetlenezünk, akkor is bajnokok vagyunk, de az lenne a legjobb, hogyha itt egy 3 gólt rúgnánk, vagy 3 pontot szereznénk, és akkor pedig mindenki nyugodtan térhet nyugovóra. Felperdül a labda. Gyönyörűen kiengedte az a játékos. Csizmadia dobja Köleshez. Köles. Kenderes. Csemer. Bal szélen próbálják meg megindítani a csapattársukat az ajkai játékosok. Hát nehéz lesz feltörni ezt a védelmet, azt elismerem. Nem lennék a játékosok helyébe, szöglet. De talán az ilyen pontrúgásokkal pedig olyan helyzetet tudunk előteremteni, amit alapjáraton nem. Tehát ennyire beszorult védekezéssel BKV előre azért sokra mehetnek a hazaiak, a sárga kékek. Gondolhatunk itt az első tavaszi mérkőzésre, az Ajka pénzügyi örmeccsre, ott is 7-8 játékos állandóan beszorult a saját kapuja elé. Védőt alkottak. Nehéz volt, de feltörték az ajkaiak. Schindler mester tudta a taktikát, tudta a dolgát, és győzelemre vezette a csapatát, hiszen akkor 2-0-ra győzedelmeskedtünk. Palásti pedig kiüti. Horváth Péter hátra játsza. Horváth Péter. Hátul elpasszolgatnak a Veszprém megyeiek, kicsit kijebb akarják hozni ellenfelüket. És egyenlőre egyébként jól tartja az iramot az hazai gárda. Több tippet is egyébként megnéztem, körül is kérdezősködtem. Legtöbb ember egyébként azt mondta nekem, hogy 2-1-es sajkai siker lesz. Tehát megtörik a BKV-nak az itthoni jó szereplése. Az Ajka pedig bebiztosítja a bajnoki címet. De eddig nincs így, hiszen eddig 0-0, és a BKV előre pedig törhet előre, 16-oson belül. Passz, lövés, az majd később jöhet, talán most, beadás, az ajkaiak kifejelik. Labdát szereztek az ajkaiak, és most lehet előre törni. Horváth Péter keresi az emberét. Jó, így lett a jó. És most pedig szélről be lehet törni. Becselezte magát az ajkai játékos, így nem a legjobb döntést hozta, de az a BKV előre játékosa, pedig a csapattársát fejbe rúgta, így pattant vissza az ajkai játékos, az ám oldalháló lett. A sztorihoz pedig az is hozzátartozik, hogy amúgy meglesz is. Ilyen pillanatokban egyébként szerintem jobb is, hogy nem engem hallanak, hanem az ajkai szurkolókat. Mire kimondom, már nem szurkolnak. Úgyhogy most kénytelenek lesznek továbbra is engem hallgatni.
szélen próbálják feltörni a védelmet. Nem jó, nem került oda a Horváth Péter ez a labda. Horváth Dániel tökéletesen megfogja és gurítja is ki. Csemer. Horváth Péter egy távoli lövéssel meg lehet próbálkozni, meg is próbálkozik. Palásti pedig bravúrral védi. Horváth Péter lába egyébként a múlt héten nagyon csúnyán elsült. Második félidő, második percében pókhálózott egyet. Akkor az állás 3-0 volt az ő találatával, meccs végére azonban 5-0. Újabb bajkai szöglet. A mérkőzés 19. percében, amit egyébként közvetítésünkben is láthatnak, most már 20. Ugyanis pont az eredményjelző tábla elől végzik el a szögletet. Fejes, Palásti hatalmas bravúrral véd. Egyébként nagyon nehéz dolga van, hiszen csúszik a labda. Illés nagyon jól megtartotta egyébként a labdát, fegyelmezetten. A bajnoki cím a cél, ezt az ajkai játékosok is tudják. És egyébként, hogyha meg kéne tippelnem, hogy mennyi néző van kint ezen a mérkőzésen, akkor azt mondanám, hogy olyan 80 ajkai és 20 hazai szurkoló. Vagy csak én nem látom őket, lehet, hogy többen vannak. Köles. Nagyon szépen összejátszott Köles Illéssel, Illés beadja. Nem jó, távoli próbálkozás. Nem, a játékvezető már szabálytalanságot jelzett. Palásti rúghatja ki a labdát a mérkőzés 22. percében. Egyébként a másik mérkőzést is mindjárt figyelemmel fogjuk követni. Mármint megnézem, hogy mennyi az eredmény, és nyilván, hogyha olyan eredmény van, akkor azt be is mondom. Csak mondom, az lenne a legjobb, hogyha az Érd most kikapna. Nagyszerű. Enőrizte meg a labdát. Köles. Kenderes. Palásti pedig odaült csapattársának, hogy hagyja, hagyta is. Így nála kötött ki a labda. Palásti kirúgja előre. Levükben is benne van, hogy BKV előre. Horváth Péter a labdával. Tökéletesen észrevesz Illést. Nagyon jó. Kaputól egy olyan 25 méterre. El lehet azt vállalni. És az bizony szabálytalanság. Úgyhogy szabad rúgás. És én már szólítanám Csemer Gyulát, hogy ő álljon a labda mögé. Ő vállalja el. Hiszen neki ez a specialitása. A kaputól egy 18 méterről hajthatják végre a próbálkozást az ajkai srácok. Csemer a labda mögött. Valamit ott összebeszélt csapattársával. Játékvezető még hátrább is rendeli a sorfalat. De hát az be kell rúgni. 23. perc. Csemer neki fekszik. Játékvezető hamarosan belefúj a sípjába. Most. Csemer. Ajj. Elszámította magát. Semmi gond. A legközelebbi az pedig be fog akadni. Palásti rúghatja ki.
Palásti átrúgja a másik térfélre. Köles pedig eladja a labdát az ellenfelének. És tiszta szerelést jelzett a játékvezető. Szerinte az nem volt büntető, a BKV előre drukkerei azonnal elkezdtek hangoskodni. Beadás. Na de hova? Nem jó. BKV előre játékos egyébként, aki lesz szabálytalankodtak, az ott is marad a hűvön. Schindler Szabolcs pedig előre jön kicsit a taktikai zónába. Kölest magához inti, mond neki valamit. Köles pedig most át is adhatja az információt a csapattársaknak. Addig pedig áll a játék. Közben itt a BKV előre vezetője is, Menceles Iván is elmondja a tanítványainak, hogy mit hogyan szeretne látni. Úgyhogy a BKV előre játékosa is megkapták a taktikai eligazítást. A sérült játékos pedig lebattyog. Emberelőnyben játszik az Ajka. Pár percig. Jöhetnek is fölfele. Ezért a szünetér, az első fél időben kijár 2 perc hosszabbítás. Horváth Péter megindítja csapattársát. Nagyon jó eladott labda, távolról lehetne akár próbálkozni. Nem jó, de onnan talán lövés, és ott a gól! Egy nagyon fontos gól! Hiszen minden ilyen pillanat egyre közelebb hozza azt, hogy az Ajka megnyeri a bajnokságot. Ajkai szurkolók majd kicsattannak az örömtől. Balásti nem örül annyira, hisz az ő kapuját vették be. De Ajkai lenne, ő is örülne. A 27. perc, BKV előre Ajka, 0-1. Horváth Péter nagyszerűen kapja el a labdát, és én Horváth Péter helyébe azt rálőttem volna, de Nagy Krisztián, nagy, beadja Horváth Péter! Ajj! Talán kicsit megcsúszott a lába, vagy a labda. Egy percen belül akár 2 gólt is lehetett volna szerezni, de ez most elmarad. Játékvezető mutatja azt, hogy az ajkaiak jönnek. Pár néző ezzel nem ért egyet. Test elleni küzdelem volt. Mellel pedig Balogh Bence leveszi a labdát, Balogh Bence, és elgurítja az ajkai kapu mellett, ami valójában a BKV előre tulajdona. De erre a 2x45 percre az Ajka tulajdonát képezné, de csak 1x45 perc részen fél időben csere van, térfél csere. Az első fél időben az a kapu, amit védeni kell, a második fél időben pedig az, amit ki kell tömni. Horváth rúghatja ki,
ki is rúgja. Egy kis talpalás volt, és a játékvezető most velem egyetért. Horváth Dániel nem éri el a megpattanót. Talán nem is akarta igazán elérni. Az ajkai szurkolók már biztatják a második vágányt. Csizmadia. Lesről szó sincs. És a játékvezető pedig fönnhagyja az ászlóját. De hogy minek? Biztos fázik. Egy kis torna gyakorlat belefér. Egyszer megengedjük neki. Másodjára már nem. 30. perc. BKV előre. Ajka 0-1. Gyönyörűen megszerezzük a labdát szélen, mire el is vesztjük. Hazaiak védelme játszadozik egy picit a játékszerrel. Pattog ide-oda a labda. Majd pedig Horváth Péterhez pattog. Horváth Péter elnézést kér ellenfelétől, de hát ez lapot nem érdemel, meg azért hazai játékos rá is játszik. Felvételek egyértelműen bizonyítják. Egyébként helyszínen hideg van. 5-6 fokra tippelek. De mivel másodállásban nem vagyok hőmérő, ezért nem szolgálok biztos információval. BKV előre megindul. Tökéletes becsúszás. Bedobás következik. Elvégzik. Badás pedig lepattan az ajkai játékosról. Marad a 0-1, és marad az ajkai térfélen a labda. Most lehetne kontrázni. Nagyon jól észreveszik a szélen csapattársukat, de nem jó. Köles még beérheti azt a labdát, nem tudja. Jár a taps neki. Nagyot küzdött. Labdát pedig a játékosok bevarázsolták az öltöző helyett a kispad mögé. Hát egyébként ugye mondtam, vagy hát panaszkodtam, hogy nincs sok labdaszedő. Tehát ezzel is rengeteg idő megy el, hogy a játékosok mennek el a labdáért, vagy megy el a labdáért, ez ilyen kicsit ilyen megyei szint. Bár még mindig jobban járnak a játékosok, mint a Noén, aki még a sétpatakba rúgta be Veszprémbe. Horgászással egybekötött futballozás. Ajkaiak támadhatnak. Köles. Illés. Kenderes. Próbálta előre. Illés. Pontos, precíz passz. Ám a fejelni akaró játékos nem ért oda időben. Meg is őrizzük a labdát saját térfelünkön, majd pedig átlendülhetünk támadásba. Az ajka játékos nem tudja, hogy mikor induljon, mert ez az asszisztens ez mindig csak úgy feldobja a zászlaját. Na ez volt egy hatalmas les, az asszisztens pedig hamar és azonnal jelezte is.
Közben egyébként én még rá is keresek az érdi VS-e eredményére. Hát ha ott már van valami. Jelenleg 0-0 a mérkőzés. Abból is közel 35 perc telt el. Köles. Illés. Illés nem tudja kihez passzolni. Nagyon szépen lezárják a területeiket a hazaiak. Nem volt szabálytalanság. Ebből bizony majdnem az lett. Be lehet indulni. Nagyszerű csel. 16-oson belül az Ajka játékos. Megtartja még a labdát. Kihozza. És megveri is saját 16-osukon belül. És eladja a labdát. A Veszprém megyei. Cselek jók voltak, már csak egy kapura rugás hiányzott egyébként. Azt pedig nem kapták meg a szurkolók. Pedig arra vágytak most egyébként a legjobban. Itt mögöttem, mellettem. Ha leült volna a játék hangulata az utóbbi 2-3 percben. Pákai. Illés. Köles. Köles nagyot próbált meg megindítani, nem jött össze. Kenderes. Gyönyörűen csúszik, Kenderesnek tovább lett adva, Kenderes bepasszolja, 2-0! Ott van! Na végre! Ha jól látom, Olá László rúgta egyébként a gólt. Ilyen messziről kicsi nehéz egyébként megállapítani. Így van, Olá rúgta a második találatot. Az ajkai szurkolók majd kicsattannak itt mellettem az örömtől, de hát úgy gondolom, hogy érthető, hiszen egyre közelebb a bajnoki cím felé. Köles majdnem labdát szerzett. Most kéne megint egy gyors letámadás. Akár az első fél időben el lehetne dönteni ezt a mérkőzést. Van még rá 8 perc plusz a hosszabbítás. Olá. Csizmadia itt a jobb szélen teljesen üres. Őt észre kéne venni. Mire kimondom, már észre is veszi a csapattársa. Nem jó. Csizmadia nem tudta levenni a labdát. Ajkai szurkolók pedig extázisban itt a 8. kerületben. A BKV előre stadionjába egy eladott labda, nem értették meg egymást a játékosok, semmi gond. Csizmadia. Horváth Péter. Nagyszerű passz. Utána már elkerül a labda. És támadásba lendülhet át a BKV előre csapata. Megnézzük, hogy élnek-e a lehetőséggel. Talán esetleg távolról egy próbálkozás. Igen, nem. De mindjárt választ kapunk. Egyelőre nem. Elcsúszik az Ajka játékos, 16-oson belül. Ki is vágják, na hazaiak.
labdaszedő helyett most a rendező adta oda a játékosnak a labdát. Egyébként a klub, mármint a BKV előre, emlékeim szerint 2012-ben bejelentette megszűnését. Egyéb pénzügyi problémák miatt februárban jelentették be, hogy megszűnik, majd pedig június közepén visszavonták, tehát sikerült megmenteni a klubot, ugyanis pénzügyi akadályoktól mentesültek. Ezt pontosan nem tudom, hogy mi úton, módon, de a lényeg, hogy nem ment csődbe a klub. És egyébként pedig 2002-3-as idényben pedig a Magyar Kupába a legjobb négy között a Ferencváros ejtette ki. Emlékeim szerint az MTK-t és a Videótont meg is verték. Majd két évvel később pedig megint nagy nevű csapatokat ejtett ki. Ezek voltak mondhatni az utolsó nagyobb sikerek, tehát már több mint 15 éve. Kenderes. Illés. Nagy. Nagyszerűen tovább passzolja. Olá. Olá beadja. Nem jó. A szélen még egyelőre nem jött senki. Most pedig igen. Szöglet. 41. perc. BKV előre. Ajka. 0-2. Várják ám az ajkai szurkolók a harmadik találatot? Fejes! Nem jött össze. Most pedig a hazai szurkolók hangja erősödik föl, hogy lendüljenek át támadásba. Mely szerzik a labdát? Másodjára már nem. És ez a kis furcsa zaj, amit egyébként hallhatnak. Repülőgép zaj, tehát innen nem messze van a Liszt-Ferenc repülőtér, tudtommal. Úgyhogy ez benne van a pakliba, hogy egy-két repülő zaj megzavarja közvetítésünk nyugalmát. Csak a közvetítésünk nyugalmát ne zavarja meg egy BKV találat. Ajkaiak előtérbe. Szenszöglet következik. Mérkőzés 43. percében. Egyébként az ajkai gárda legnagyobb arányú győzelmét azt a BKV előre ellen ünnepelhette, ugye október 21-én. De a legelső fordulóban pedig a TNS a szabad kikötőnek is hetet rúgtak, csak akkor sajnos kaptak is egyet. Horváth Péter beadja. Vendég, vagy a hazaiak pedig kiadják, vagy kivágják? Ha beadás van, akkor kiadás is. Az ilyen poénokat operatőr kollégámtól tanulom el, úgyhogy ne engem tessenek ezért szidni. Köles bedobja. Egyébként szépen fegyelmezetten játszik az ajkai csapat, Balog Bence pedig megszerzi a labdát. A góllövő lista második helyén áll. Távoló talán elvállalja, nem. Passz, ott a helyzet, és szép itt a BKV előre. Gondoltam, hogy ezt elmondom, de kiderül, hogy nem. Ugyanis szabálytalanságot jelzett a játékvezető, pedig már felugrottak itt tőlem balra 20-30 méterre a BKV előre drukkerei, de hát mint hiába. Korábban a közvetítés során már mondtam, hogy egyébként 2-1-es végeredményt tippeltek, mármint úgy, hogy az ajka javára 2. Az még összejöhet. Az ajkai vitézek, az ajkai védők átul eljátszogatnak. A szurkolók a vállukon fogják hordozni a játékosokat, hogyha ezt megnyerik. Jelen pillanatban pedig úgy tűnik, hogy úgy lesz. Horváth kivágja előre.
Egyébként mennyivel könnyebb egy ilyen lakóházba költözni, amit közvetítésünkben is láthatnak, és koronnan pedig ingyen meg is tudják tekinteni a mérkőzést, de az okosak nem így csinálják, hanem úgy, hogy fölnéznek az Ajkaisz online-ra, és ott tekintik meg, akik helyszínen nem lehetnek kint. Balogh Bence előre tör, az Ajkai 16-oson belül, már nem pontatlan a passz, Horváth Péter pedig tökéletesen rápasszolja ellenfelére, és az Ajkaiak jöhetnek bedobással, és ha jól látom, talán egy perces hosszabbítást mutatott föl a játékvezető. Mellettem is azt mondják, hogy jól láttam. Ennek örülök. Köles dob. Fejjel ki. Újabb Ajkai dobás. Köles, az Ajkai hajítógép, amit egyébként minden mérkőzésen elmondok, és most is elmondtam. Megint Ajkai bedobás. Hogyha Köles még 2-3-at ilyen erővel bedob, akkor fél időben megíhat egy fehérje turmixot, miközben pedig labdára várunk, addig pedig a hazai drukkerek inkább lemennek a büfébe, kocsmába, még nem tudom, hogy mi üzemel itt. Köles. Illés. Nagyon jó. És talán a harmadik találatot jegyezhetjük be itt az első fél idő végén. Olá beadja. A BKV előre játékosai azonban megállították az Ajkaiakat. És itt a vége az első fél időnek. BKV előre 0, Ajka 2. Bajnoki cím felé tart a Veszprém megyei gárda. Hamarosan jelentkezünk a második fél idővel. Persze ilyenkor az is kérdés, hogy mit mondanak a vezetőedzők. Például Menceles Iván. Schindler Szabolcs. Az érdi mérkőzés eredményét egyébként most nem sikerült megnéznünk, tehát hogyha valaki esetleg tudja, és ide az élő közvetítéshez kommentben bejegyzi, azt nagyon szépen megköszönnénk. Mi most a lényeggel foglalkozunk. BKV előre, Ajka 0-2, az eső pedig megint elkezdett kicsit csöpögni. Közben az Ajkaiak pedig támadásba lendülnek, 16-oson belül, belelőtte ellenfelébe, és ezért pedig hozhatják is föl a labdát a hazaiak. Köles, tökéletesen visszapasszolja. Egyébként külön érdekességként elmondom, hogy itt a stadionban elképesztően rendesek és barátságosak az emberek. Büféstől a biztonsági őrig befutólag mindenki kedves és illedelmes. Na de a lényeg a lényeg, sárga mezeseknél a labda, és azért támadnak, hogy a hátrányból faragjanak le. Ilyen eladott labdákkal ez például nem sikerülhet. A szurkolás pedig egyébként mindjárt meg is jön. Én vigyáztam éppenséggel az Ajkai dobra. Most pedig vissza is talált a büféből a gazdája. Úgyhogy hátsó atmoszféra is lesz, amit alatta hallani fognak. A törzs szurkolótól persze. Mindjárt jön is a dobolás. Ki is mondtam, meg is jött. Horváth Péternek az hosszú volt. Palásti. Eladja a labdát. Ajkaiak pedig szépen begyűjtik. Csel ide, csel oda. Dövés távolról. Palásti pedig véd. Egyébként még rengeteg ajkai szurkoló még lemaradt a büfébe. Talán már elkezdik az ünneplést, az ivászatot.
Ki tudja, hogy még mi lesz itt. Egyébként pedig szerintem itt az NB3 nyugati csoportjában, hogy láttam a mérkőzéseket, a csapatokat, büszkén jelenthetem ki, hogy a legtöbb csapat, mert az ajkai ellenfelek közül mindenki ilyen szurkolótábort szeretne látni, mint amilyen ajkának van. A távolság nem akadály, sőt, semmilyen akadály nincs a szurkolók előtt, mindig hűen mennek és biztatják a csapatukat. Balogh Bence. Horváth Péter. Gyönyörűen megindítják nagyot. Nagy. Szerintem meg is veri egy az egybe az emberét. De nem úgy lett. Jó, hogy erre nem kötöttem fogadást. Palásti pedig sportszerűen pedig ki is megy. Megkezdi Nagytól, hogy minden rendben van-e. Vezető úr is oda viccel, meg ez, hogy minden rendben van. Orvosi ápolás nem kell, Nagy föláll, sétál. Egyébként azon gondolkozok, hogy szembe lévő társasházból milyen gyönyörű panoráma nyílhat ide. Talán mérkőzés után meg is lessük. Szabadrugás. Az ajkaiak nem engedték, hogy kicsibe elvégezze a hazai játékos. És úgy látom, hogy elmentek páran melegíteni, vagy elmennek páran melegíteni. Nagy Krisztián pedig leápolja. Közben a gyúró. Térdével vannak problémák, ha jól látom. Szabad rugást elvégzik a hazaiak, amiből egy beadás lesz. Nem tudnak ezzel élni. Talán a második hullámmal. Játékvezető pedig figyelmezteti Fákait, vegyen vissza. Nem tudjuk, hogy miért, de a lényeg a lényeg, 51. perc, 0-2, és az ajak jönnek szöglettel. Egyik szögletből a másikba, jöhet az ismétlés. És a játékvezető pedig benn rendet tesz. Ketté választja a játékosokat. És figyelmezteti őket, hogy ne szabálytalankodjanak egymással az ötösön belül. Gyönyörűen kiütötte Horvát. És gyors letámadás nem jött össze. Úgyhogy még mindig a BKV előre csapatánál van a labda, a játékszer. Beadásba pedig Pákai lép ki, bedobással jönnek, ismét a sárgák. Mármint a sárga mezesek, de most az ajka lendülhet támadásba. Nagy. Csizmadiához akart kerülni a labda, de nem került hozzá. Gyönyörű becsúszás Horváth Pétertől. Ez bizonyára egy akciófilmből esette el. Az ajkai szurkolók odaszólnak játékosoknak, hogy nyugodtan, nyugodtan játszani kell. És ebből az eladott labdából
indulhatott volna az ajka, hogyha nem mutat a játékvezető lest. Egyenlőre, amikor egyébként kijöttek a 45. percben, vagyis hát onnan folytatódott a játék, teljesen egyenrangúan játszik mindkét csapat, tehát nincs fölé alárendelt viszony, mint ami az első fél időben az ajka javára volt meg. Fejes! Horvát tökéletesen véd. És kivágja előre. Három védő van az előző hét helyett, és az ajkaiak pedig 16-oson belül, emelés, kivágják az ajak. Majdnem ott volt a harmadik, de arra még várni kell, de ezzel is beérik egyébként az ajkai szurkolók. Ez mögöttem is hallatszódik. Horváth Péter nem mozdult ki ellenfelére. Csemer. Kenderes. Illés. Horváth. Beadás. Nem jó. Csemer pedig bele is esett a pocsolyába. Reméljük Csemer nem csúszik vissza, mert abból egy kettős nyíltörés lesz az ellenfelének. Dehogy is nem. Csak nincs nyíltörés. Most még. Sárga mezes megúszta. Közben a hazaiak támadást próbálnak kialakítani. Ők csak próbálnának, de hát ezt jól elrúgták. Bajnokot avathatunk egyébként lassan. Úgy gondolom, akik egyébként a szemben lévő társasházban laknak, egész este ezt fogják dúdolni, hogy hajrá FC Ajka, mert ezt húzamosabb ideig hallgatják. Meg még jól is hangzik. Csemer. Át a másik oldalra, tökéletesen. Harmadik vágányt emlegetnek mellettem, mögöttem. Kiderül, hogy joggal. E vagy nem. Egyelőre nem, hiszen a hazaiak tökéletesen labdát szereztek. Nem tudják gyorsan elrúgni. Játékvezető pedig felmutatja az első lapot. Igen, nem. Így van. Sárga lapot kapott egyik játékosunk. Innen nem látom, hogy ki. Talán Csizmadia? Túl messze vannak, plusz már elkezdett beszürkülni. Jelzi a játékvezető. Hát eddig a második fél időben eltelt közel 12 perc, és nem tudom, ez olyan semmis. Egyelőre semmi érdekfeszítő nem történt. Horváth pedig nagyon érzi a kaput maga mögött. Horváth Dániel. Amint az a játékos fejéhez hozzáért a labda, ő már tudta, hogy ez kapujára nem lesz egy veszélyes fejelés.
jól tudta. Majd szépen ráteszi az ötös vonalra a labdát, és hamarosan kiküldi. Ajkölyök labdát szereznek, saját térfelükön. Nagyot próbálják megindítani, nagy, elképesztően jó sprinttel. És nagyon jól kitámadtak az ajkaiak, ugyan a labda nem maradt meg. De most igen, de most megint nem. Megint bizonytalan a játékszer útja. A 8. kerületbe a BKV előre pályáján. De hát most ez van. Horváth Péter. Nagy Krisztián. Le Horváth Péterhez. Csemer. Horváth vissza. Tökéletesen megvárta, amíg kilépjen rá az ember, majd elpöccintette fölötte. Szegény játékvezetők, miknek vannak kitéve, de hát nem kényszerítették rájuk ezt a szakmát. Ők tanulták maguktól. És az ő döntésük volt, hogy játékvezetőnek állnak. Sárga mezesek dobhatnak be. Újabb dobás, az utóbbi két perc csak erről szólt. De az... Úgy látom, hogy a játékvezető a kezezést nem veszi észre. Szöglet! Most teljes erőbedobással küzdenek a hazaiak. Ő pedig egyre jobban elkezd cseperegni. Horváth kivágja. Az ajkaiak labdát szereznek. És az indítás pedig nem pontos. Úgyhogy megint a hazaiak birtokolhatják a labdát. A második fél időben egyébként pedig szerintem túlnyomó részben, és egy eladott labda. Úgyhogy most pedig végre ajkai bedobás jöhet. Horváth Péter dobhatja be. Az egy luft volt a BKV előre játékosánál. Itt van közelben a repülőtér, tehát lehet, hogy van valami köze a Lufthansa-hoz. Meccs után kiderítjük. Szöglet. Sajnos látszódik itt ez az oszlop. És pont kitakarja a dolgokat, de ami fontos az az, hogy mi fog történni a kapu előtt. Úgy gondolom. Hiszen az ajkaiak megszerezhetik a harmadik találatukat a mai mérkőzésen. Beadás. Jó. Kissé pontatlanra sikeredett. Horváth Péter most adja be. Hazai fejről kifele. Horváth nagyon szépen leszette, Horváth beadja. Én azzal is kiegyeztem volna, hogyha berúgja, vagy hogyha rárúgja a kapura. Tudjuk, hogy Horváth Péter tud bombagólokat küldözgetni az ellenfele kapujába. Minden második, harmadik meccsen bizonyítja egyébként. És csere. Közben az ajkai szurkolók nagyon boldogok, hiszen 27 perc választja el őket attól, hogy
bajnokok legyenek, hogy matematikailag ne tudják utolérni őket az érdiek, és így tovább. A 26. fordulóba kemény dolog, úgy gondolom, hiszen egyébként az NB3 középső és a keleti csoportjában még mindig nyílt párharcok vannak. Tehát ennyire senki se vezetett torony magasan, mint az Ajka. Frissen beállt játékos pedig megtapasztalta, hogy mennyire nedves a fő, hiszen dobott egy hátsóst. Schindler Szabolcsot pedig sétálni látjuk. És üvölt. Szerintem Nagy Eriknek, sőt biztos, mert azt kiabálta, hogy Erik. Más Erik pedig, ja, meg még Bonivárt Erik is benn van a csapatban. Nem tudjuk, hogy jelenleg most melyik fog beállni. Hamarosan kiderül. 65. perc. Nagyon nyom egyébként a BKV előre. Szépíteni mindenféleképpen akarnak, de talán még meglepetést is okozni. Beadás. Kifejelik az a vendégek. Tökéletes csúszás. Horváth Péter. Horváth Péternek egyébként szerintem egy rossz passza nem volt. Bár mondjuk nem is emlékszem rá, hogy többnyire lett volna valamikor. Csemer fejjel. Ajkaiak pedig nem tudják kivágni. Talán most. Olá László. Nagyon szépen megverik az embereiket. Ajkaiak támadhatnak. Rossz a passz. Nagy dühébe pedig még le is rúgja a zászlót. Szöglet zászlót persze. Nem baj. Most egy pár perces defenzív játék után láthattunk egy kiugratást. De a szurkolóknak a kedvét egyébként nem szegi. Ők boldogok, és örülnek nagyon. Kéz, játékvezető. Szintén látta. És mögöttem hallható az úgynevezett harmadik vágány. Arra még egy keveset lehet, hogy várni kell. Horváth Péter. Nagyszerűen őrzik már a labdát a vendégjátékos. 16-oson belül már ki is sodródott a fehérmezes. Ilyen esésekkel nem fogunk sokra menni, úgy gondolom. Nagyszerű. Horváth Péter pedig tökéletesen megőrzi a labdát. Ha minden így folytatódik, 23 perc múlva bajnokot avathatunk. Beadás! Fejjel! El is érjük, de nem tisztán. Egy távoli próbálkozást megnéznék. Tizenhatoson belül. Megismeri az emberét az Ajka játékos, és ott a harmadik! Schindler Szabolcsot pedig nagyon látom örülni. Nagyon boldog. Ott meg is nézhetjük a kamerán. Arról pont lemaradtunk, de mint egy rockstar. Kicsit futkosott a kispad előtt. Még láthatjuk. És újabb cseréhez készülődik az Ajkai csapat. És a szurkolók pedig majd megvesznek. Úgy gondolom, hogy ez itt már eldőlt. Ennyire örülni egyébként szerintem Schindler Szabolcsot még nem láttam. És Nagy Erik érkezik.
És Illés Dávid jön le. Gratulálunk. Ma is hatalmas teljesítmény nyújtott a pályán. És a BKV előre. Pedig útjára indítja a labdát. 68. percben 3-0-ás ajkai vezetésnél. Csemer megpróbálja hazadni, nem jön össze. Horváth nem érte el. Szöglettel jön a BKV előre, tehát faraghat a hátrányán, hogyha szeretne. És kivágják az ajkaiak. Nagy szerelése pedig egyébként ne tévessze meg a nézőket, ugyanis félig fekete, vagy félig barna. Ugye az előbb, amikor befejelte a 23. találatát ebbe az idénybe, ott a sárba landolt a BKV előre kapujánál. És ott lehet egyébként a negyedik, de Palásti pedig kifutott a labdára, így hát nincs itt. Arra még várhatunk egy keveset. De az is lehet, hogy egyébként a bajnoki címe több lesz meg, mint a negyedik találat. 20 percen belül kiderül. Nagy számára ez egy nagy labda volt, nem ért el. Csere hazai oldalon. Betomáshoz készülődik a BKV előre csapata. Jó focit láthatnak egyébként ma is a szurkolók, nézők. Akik esetleg itt online nézik a mérkőzést, bár a második félidő kicsit nehezen indult. És mire kimondom, a szurkolók is erősítenek, hiszen azt üvöltik, hogy játszik a csapat, bár minek mondjam, úgyis hallják, nyilván. Ó, de rossz passz. Ajajajajajaj. Hol látta az a játékos a csapattársát? És egyébként, hogyha körülnézek a szurkolók körébe, akkor látok annyira boldog arcokat, mint mondjuk az MTK elleni mérkőzésen, amikor 2-1-re tudtunk diadalmaskodni, és továbbjutottunk a Magyar Kupába. És ezt egyébként meg is mutatjuk, amennyire tudjuk. Csak én pont képbe vagyok. Közben pedig egy szöglet, de nem maradtunk le semmiről, hiszen kivágták a hazaiak. De úgy gondolom, hogy amikor a játékvezető lefújja a mérkőzést, itt pokol lesz. Nagy, rálövi, fölé ment. Nem sokkal, 1-2 méteren múlt. Már hallani lehet a különböző bekiáltásokat, hogy aranyérem. Májusi első aranyat ér közben, operatőr kollégám ezt mondta, hát egyetértünk. És egyébként nagyon régóta vártak erre a szurkolók, hogy visszakerüljön a csapat MB2-be. Tavaly évben ugye másodikak lettünk, ugye akkor a Kaposvár jutott föl, miközben egy repülő zaja közbe szól, de remélem, hogy nem hallatszik annyira. Na de lényegtelen is, tehát az utóbbi két éve mindig a dobogónak valamelyik fokát tudtuk elcsípni, de nem azt a helyét, amivel továbbjutás lett volna, tehát ezüst és bronz.
Közben pedig egy igencsak rossz lövést láthattunk hazai oldalról. És itt már a szurkolók tanácskoznak, hogy mi legyen, énekeljünk, vagy mi legyen. Hát szerintem van még rá idő. Egy 20 perc biztos. Horváth Péter leveszi a labdát. És tovább passzolja. Kenderes. Pontatlan. Kissé a labda. Köles pedig szabálytalanul szerezte meg a játékvezető szerint. Szabadrugásra jönnek a sárga mezesek. Amellyel el is adják a labdát. Horvátnak egyébként volt egy-két bravúrja a Horváth Márton, Márknak. Inkább Dánielnél maradunk. Úgy többen ismerik, és csere. 11-essel jön be az előrejátékosa, mutatja a stoplisát, milyen szép, Nike. Másik játékos pedig lejött. Ránézett kicsit az eredményt jelző táblára. Hát nem boldog. Ellentétben az ajkő szurkolókkal. Horváth Dániel rúgja ki a labdát. Az ajkaiaknak ítélik. Csizmadia. Lassan már kapu előterében. Bedobás. Egyébként itt a pálya mellett pedig villamos, nem megálló, hanem villamos garázs, parkoló. Tehát ez is egy kis érdekes látvány. Ajkán ilyen nincs. 16-oson belül labdát szerzünk, a védők megfogják, nem jó. Horváth pedig épp, hogy elgurította a kapu mellett. Azt hiszem egyébként itt a 8. kerületben ma mindenki tudni fogja, hogy az Ajka NB3 nyugati csoportjának bajnoka lett. Erről a szurkolók fognak gondoskodni. Horváth, Kenderes. Tovább, tovább, tovább. Nagy Erik. Nagy beadja. És Palásti pedig lehúzza a labdát. Horváth kigurítja. Lassan pedig egyébként már magamat se hallom. Aki egyébként nem érti a futballban azt, hogy miért nevezik a szurkolókat 12. szurkolónak, azt ajánlom ezt a mérkőzést, vagy ajánlok neki egy ajkai mérkőzést. Tök mindegy, hogy melyiket. Szurkolók mindig mindenhol ott vannak. 16-oson belül. Lassan el lehetne vállalni, mire el kellett volna, addigra pedig már elvesztették a labdát. Kontrázni pedig nem tudnak a hazaiak. Beadáshoz készülnek, vagy inkább bepasszoláshoz. Szöglet. Szurkolók majd megvesznek. Szerintem, hogyha itt a mai mérkőzésen már nem találunk be, akkor is elképesztően boldogok lesznek. Hiszen a bajnoki cím, amelyre 4-5 éve várnak. Végre. Vagy 3-4 éve már hozzájuk fog szegődni. Játékvezető mutogat valamit.
tisztán nem lehetett kivenni a mozdulataiból. Talán táncosnak jelentkezett. Polánsti. Mérkőzésre én egyébként említettem, hogy talán ez a gólvágók csatája lesz. Hát hogyha a góllövőlista első helyezettjét a másikhoz hasonlítjuk, akkor Nagy Krisztián nyert, hiszen ő már betalált. A vendégoldalon pedig Balogh Bencének nem sikerült. Ezt jelzi a nulla, a BKV előre mellett. És én azt hisz, az előbb azt hittem, hogy már hangosabbak nem lehettek az ajkai szurkolók, de rám cáfolnak. És egyébként pedig szerintem külön öröm, hogy egy ilyen gyönyörű épületben vagy épületen ünnepelhetik csapatukat. Ez egyébként ennek az épületnek a maga hangulata is megvan. Mondtam már, hogy az 1930-as, 40-es évek futballját idézi. Az utolsó 10 perc pedig kemény lesz. Balogh Bence. Beadás. Hát ez elszállt. És jönnek is ki az ajkaiak. Vagyis jöttek volna kifele. Távoli lövés. Horvátnak ez csemege. Horváth dagonyázik, egyet bele, feküdt a sárba. Ugye a múltkori meccsen eltiltás miatt nem léphetett pályára, ugyanis az érd ellen a 36. percben 16-oson kívül lerántotta ellenfelét. Azonnal piros lappal jutalmazták ezt a cselekedetét, és egy meccses eltiltás. Balogh Márton egyébként tökéletesen helyettesítette. Tehát nem csak a kapuban van kapusunk, de a kispadon is egy igencsak jó kapusunk van. Lerántotta az a játékos az ellenfelét. 82. perc. 0-3. És az ajkai csapat pedig lassan bajnoknak kiállhatja ki magát. És a fő szurkoló pedig, Nokedli személyében pedig lent már várja a csapatot, miközben egy csere is lezajlik, vagyis pontosan kettő. Nagy Krisztián lejön. És Csizmadia is. Bonifárt Erik érkezik, és keresztes. Kevesebb, mint 10 perc. Ennyi kell. Palásti kirúgja. Csemer átveri ellenfelét, és előre passzolja, odalépett az egyik hazai játékos. Távoli lövéssel még nem próbálkozik meg, hazai gárda tökéletes szerelés, az is majdnem odaért idővel. Fejjel vissza az adó játékoshoz. Szépíthetne a BKV, de hát egy van kapusunk, kettő pedig les. És egyébként azt is elmondtam a mérkőzés előtt, vagy a mérkőzés elején inkább,
a BKV előre hazai pályán még nem kapott ki. Hát idáig, eddig, amíg az ajkai csapat meg nem érkezett. Csemer mellett megpróbál elmenni a játékos, szépen átveri Csemert. Lesről szó sincs, beadás. Szépítés pedig nem jött össze. Szöglet. Szépítés eddig nem jött össze. Van a hazai csapat számára még kemény 10 perc. Rendes játékidőn felül gondoltam. Rendes játékidőben még 6 perc, plusz a hosszabbítás, ami 4 lesz. Itt már mindjárt kötök egy tét nélküli fogadást az operatőrrel. Kiejti Horvát. Nem baj. És még bent tartják. Szélről próbálkoznak a hazaiak. Gyönyörű. Talán büntetőbe remélkednek, hogyha felrúgják őket 16-oson belül, de az ajkaiak nem teszik meg ezt a szívességet. Tökéletes. Olá László. Hatalmas sprintet veretett le az előbb, és Palásti mellett talán el is lehetne húzni. Nem, Palásti időben odaér. És többen pedig lesér kiabálnak. Nyolcvanhatodik percbe lépünk. Csemer dob. Kenderes, Csemer. Nagy Erik. Fejjel tovább. Bedobással jöhetnek a Veszprém megyeiek. Egyébként páran örülnénk egy világításnak. Persze a pálya körül 16-oson belül el kéne vállalni. De miért kifele játszunk? Felszabadul a hazai csapat kapuja. Viszonylag kis időre, hisz visszapasszolják Palástihoz. Nem jó. Távoli próbálkozás nem jó. A kapu jobb sarka mellett elhalad 2-3 méterrel. 87. percbe lépünk. Az Érd is egyébként. Az Érd is egyébként most fejezi be a mérkőzését. De hát tök mindegy, hogyha nyer, azért, hogyha döntetlent játszik, hogyha kikap, akkor is már bajnok az Ajka. Ilyen hamar nem dőlt el egyik NB3-as csoportba se. Ugyanis még a Szolnok, Szeged, még erősen célban van, ugye a kelet és a középső csoportban. De nekik még 2-3 meccs kell. Ugye még 4 mérkőzés van a forduló, vagy a csoportból. Minden csapat még 4-et játszik. Náluk ott fog eldőlni. Azt se zárom ki, hogy az utolsó mérkőzés eken. De az Ajka egy viszonylag jobb helyzetben van, hiszen Les. Nem azért van jobb helyzetben, hanem azért, mert ők már a 26. fordulóba bebiztosították a bajnoki aranyat. Palásti rúgja ki. 89. percbe lépünk.
pontlatlan a labda, ajkai dobás az eredménye. Az ajkai szurkolók pedig egyébként már lementek. És egyébként el szeretném azt is mondani, hogy az Érd szünetben 2-0-ra vezetett a Puskás Akadémia ellen. Tehát jó, hogy ezt behúzzuk 3-0-ra, vagyis eddig úgy néz ki. És amit pedig el akartam mondani tényleg az az, hogy egy kisebb fajta készülődéssel, vagy hát készülődtek az ajkai szurkolók. Amint játékvezető lefújja a mérkőzést, meg is tudjuk, hogy mivel. 16-os előterébe, távoli lövés, Palásti pedig magabiztosan fog, és ő még küzdeni akarna, de hát hátul maradnak hatan, senki nem akar előre futni, ők már azt akarják, hogy a játékvezető szájába vegye a sípját, és három fügyszóval leincse a mérkőzést. Horváth. Egyébként nem nincs oka hosszabbításra. De hát ez majd hamarosan kiderül. És már hosszabbításban már beleléptünk. Beadás. Nem próbálkozunk megelőéssel. Inkább passzolunk. A csapat érdeke van előtérbe az egyéni érdekekkel szembe. Távoli lövés. Elmegy a kapu bal sarka fölött. És a játékvezető pedig 2 perces hosszabbítást mutatott fel, hogyha jól láttam. De nem merek erre fogadni. Szóval már lassan szürkület van, egyre hidegebb is egyébként itt az időjárás. És én még a játékosok kifejezésére leszek kíváncsi, hogy amikor a játékvezető lefújja a mérkőzést, milyen érzés lesz NB3-as bajnoknak lenni. Úgy gondolom, hogy a srácok nem az öltözőbe fogják kiadni magukból az örömöt, hanem itt a pályán. Hamarosan kiderül. Játékvezetőnek pedig mondják, hogy fújja már le a mérkőzést, vagy mutatják neki. Fejes fölé. Játékvezető szerintem pedig most fogja lefújni a mérkőzést. Kipasszolja kicsibe, Palásti. Szurkolók hangja ismét megjött. Játékvezető még egy kicsit még rádob a meccsre, de most fogja lefújni, lefújja. És az ajkaiak pedig megnyerik a meccset, és a pezsgő pedig már ott száll a kispad előtt. És hát akkor a 26. fordulóban az ajkai szó online szeretne gratulálni az ajkaiaknak. Közben ott mindenkit megfürdetnek pezsgővel. Schindler Szabolcs is kap egy keveset. Ott van mögötte az üveg, vagy a bal kezébe. Valakit szerintem ő is meg fog locsolni. Hát remélem, hogy a játékvezetőket nem. Nem, nincs a kezébe semmi, én néztem el. Schindler Szabolcs a kabátját simogatja. Tiszta pezsgő, megérdemli. Szeretnénk gratulálni az FC Ajkának, hiszen sok év után ismét bajnokok és visszakerülhetnek az NB2-be, ami júliusban startol. A csapat mellett egyébként pedig a szurkolóknak is jár a taps tisztelet, hiszen egész idényben sokat és sokat utazva biztatták csapatukat. De a lényeg az az, hogy BKV előre 0, Ajka 3. És a 2010
8-9-es idény nyugati csoportjának a bajnoka, az FC Ajka csapata. Gratulálunk!